Nem csak az emberekre, de a norvég donga templomokra is veszélyes a koronavírus, vagyis pontosabban a járvány megállítása miatt bevezetett gyakori fertőtlenítés. A világörökség részét képző 12. századi fatemplomokból már csak 28 maradt Norvégia szerte, többségükben miséket is tartanak. A sok száz éves cölöpöket viszont nem lehet az előírások szerint erős vegyszerekkel tisztítani. Az emberek szeretik megérinteni a templomot, de idén meg kell érteniük, hogy ez nem szabad, mert a fertőtlenítéssel tönkre tesszük a fát, magyarázta a Borgundi templom fenntartója. A donga templomok egyedülálló módon ötvözik a kelta, a viking és a keresztény építészet vonásait. Éppen ezért évente százezrek jönnek ide, hogy gyönyörködjenek bennük. Bár hétfőtől Norvégiában újra nyithatnak a múzeumok, egyszerre csak kevés látogató lehet a belső terekben.